Ez a híradó 8 órakor az m 1 Ferenc vagyok, jó reggelt kívánok! Itthon is indul a fociláz, ma este lép először pályára a magyar válogatott az idei Európa-bajnokságon, az első ellenfél Portugália. A jegyel rendelkező szurkolók lehetőség szerint minél hamarabb vegyék át a belépéshez nélkülözhetetlen védettséget jelző karszalagokat. Ezt kérik a szervezők a budapesti EB meccsek előtt. Továbbá azt is, hogy töltsék le az Eurójegyek nevű mobiltelefonos alkalmazást, amelyben a jegyüket megkapják, így ugyanis gyorsabb lehet a bejutás. Eddig több mint 25 ezeren vették át a karszalagokat. Az átvételi pontok 7 órakor nyitottak a Grupa Marénánál, a Városligetben és a Paplászló Sportarénán. Áll. A Magyarország-Portugália mérkőzés 18 órakor kezdődik a puskás arénában, az M4 sport élőben közvetíti a találkozót. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a magyar-portugál Európa bajnoki labdarúgó mérkőzés miatt ma Budapesten. A rendőrség a honlapján térképpel segíti az autósokat abban, hogy hol milyen változásokra számíthatnak. A BKK járat sűrítésekkel készül a mai mérkőzésre. A szurkolókat arra kérik, hogy lehetőleg közösségi közlekedéssel közelítsék meg a Puskás Arénát és a Városligeti Szurkolói Zónát. Aki viszont nem a meccsre vagy a szurkolói zóna helyszínére megy, kerülje a két helyszínt. A BKK arra is figyelmeztet, jó néhány járat megváltozott útvonalon közlekedhet, vagy ideiglenes megállóhelyen állhat meg. Ha megvan a két oltásunk, akkor a klinikai hatékonysága a súlyos megbetegedéssel szemben 100 százalék, ezt mondta a Szemmelweis Egyetem rektora a ma reggelben. Merkeli Béla szerint fölösleges nézetni az antitest szintet. Hozzátette, ahol bármely két vakcina felvételét követően nem mutat ki antitesteket a vizsgálat, ott a Szemmelweis Egyetem egy modern tesztel térítésmentesen leméri. A cél, hogy mindenkit megnyugtassanak. Újra felhívta a figyelmet arra, hogy a legfontosabb, hogy mindenki felvegye a két oltást, legfő képpp az ősz beköszönttév, ebbe előtt nagyon fontos az, hogy a két oltás legyen meg. Ha megvan a két oltás, akkor a klinikai hatékonyság a súlyos lefolyású megbetegedéssel szemben százszázalékos, és ez a lényeg. Soha nem jutott még eszünkbe, hogy az influenza oltást követően, vagy a kanyaroltás után adott esetben havonta vagy hetente megmérjük az antiteszintet, hiszen ennek is van egy saját élete. Először egy kicsit emelkedik az oltást követően, aztán szép lassan csökken. De ez nem azt jelenti, hogy ezzel a védettségünk csökken, ez azt jelenti, hogy így nincsen benne a vérben az antitest, de vannak benne memóriasejtek. Memóriasejtek, amelyek indítják az antitestes vagy sejtes immunitást. Ez a fontos. Már több mint 176 millió ember fertőződött meg koronavírussal világszerte. A járvány eddig legkevesebb 3,8 millió ember életet követelt. A betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol megközelítette a 33,5 milliót az összfertőzöttek száma. Az amerikai kongresszus hétfőn egy perces néma csendel emlékezett a vírus, csak nem 600 ezer halálos áldozatára. A járványadatok azonban egyre jobbak az országban, az elmúlt 24 órában alig több mint 10 ezer embernél mutatták ki a betegséget, ezért egyre több államban enyhítenek. Kaliforniában például mától nem korlátozzák a vendégek számát az éttermekben, és a legtöbb helyen a maszkot is elhagyhatják azok, akiket beoltottak. Az előttünk álló évtized a járványok és a tömeges migráció korszaka lesz, ezt mondta a miniszterelnök Brüsszelben a NATO csúcs találkozó előtt. Orbán Viktor hangsúlyozta, fel kell készíteni a tagállamokat, valamint a nato is arra, hogy ezekre a kihívásokra választ tudjon adni. A kormányfő arról is beszélt, Magyarország 2022-23-ra fogja elérni, hogy a GDP 2%-át védelmi kiadásokra fordítsa. A NATO csúcs találkozója új fejezetet nyit a transatlanti együttműködés megerősítésében az Oroszország és Kína jelentette biztonsági kihívások közepette, mondta Jens Stoltenberg a tárgyalás előtt. A NATO főtitkára hozzátette, a meghozott döntéseik erős üzenetet küldenek majd az egységről, az elszántságról, hogy a nato erősebbé teszik a globális versenykorába. A NATO vezetői ma megállapodnak egy ambiciózus, előremutató menetrendben a NATO 2030 agendában. Ebben arról van szó, miként tudjuk erősíteni a közös védelmünket, ellenálló képességünket és fokozni technológiai előnyeinket. Valamint arról, hogy a NATO történetében először a klímavédelmet is szövetségünk fontos feladatává kell tenni, emelte ki a főtitkár. A dokumentum szerint, és Magyarország ezzel teljesen egyetért, az előttünk álló évtized az a járványok és a tömeges migráció korszaka lesz és föl kell készíteni a tagállamokat és a nato is arra, hogy ezekre a kihívásokra választ tudjon adni. A NATO 2030-ig szóló új stratégiai tervének tartalmával teljesen egyetért, hangsúlyozta Orbán Viktor a csúcs találkozó előtt. A miniszterelnök arról beszélt, hogy a szövetség következő éveit meghatározó ütemtervhez Magyarország is hozzáteszi majd a részét. A nemzeti ellenálló képességek megerősítése a főpontja ennek a stratégiának, és erről fogunk beszélni. Szerintem meg is egyezünk, majd Magyarország egyébként ebben nagyon aktív, legyen szó a pandémia elleni küzdelemről, vagy éppen a migrációval szembeni föllépésről. Nekünk van mit mondanunk, és tudunk mint beletenni a közösbe. A kormányfő a védelmi kiadások kapcsán kifejtette, 2023-ban, legkésőbb 2024-ben eléri az ország, hogy a nemzeti össztermék 2%-át minden évben a saját biztonságára költse Orbán Viktor a NATO másik követelményéről szólva kifejtette, az ország már most eléri, hogy a honvédelmi kiadások legalább 20%-át hadipari fejlesztésekre fordítja. A miniszterelnök arra a kérdésre, tart-e attól, hogy a NATO Kínával hidegháborúba lép, angolul azt mondta, annak minden fajtáját ellenzi. Higgyel, el, ez rossz dolog, ne tegyünk ilyet, mondta Orbán Viktor. A mi nemzetbiztonsági érdekünk azt diktálja, hogy kelet és nyugat között a lehető legkultúráltabb és a lehető legkonstruktívabb párbeszéd jöjjön létre. Magyarország semmilyen módon nem érdekelt egy újabb hidegháború kialakulásában, mondta Szijjártó Péter a tanácskozás közben tartott sajtótájékoztatóján. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, kelet és nyugat konfliktusán Közép-Európa mindig rajta vesztett. A tárcavezető azt is mondta, hogy Magyarország a NATO COVID támogatási alapján keresztül 80 lélegeztető gépet biztosít a szövetség öt déli és keleti partnerének. Szijjártó Péter az afganisztáni NATO csapatkivonásokkal kapcsolatban aggodalmát fejezte ki, hogy a térség az illegális migráció új buli forrásává válhat. Ha újra a terrorizmus üti fel a fejét, ha újra a kábítószer és embercsempészet lesz a megélhetés egyik fő forrása, akkor újabb tízezrek, százezrek vagy milliók indulhatnak meg, és hogyha tíz vagy százezrek vagy milliók indulnak meg Afganisztánból, akkor ők Európa irányába fognak megindulni. Szijjártó Péter közölte, Magyarország a haderő fejlesztésével hozzájárul a NATO erejének növeléséhez, és az elmúlt időszakban az ország komoly elismerésbe részesült a szövetségben. A légvédelmi képességek fejlesztése, a közép-európai hadosztályparancsnokság létrehozása és a lövészdandárok fejlesztése miatt. Hamarosan indul az újabb nemzeti konzultáció, ezt a napokban jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. A kérdések a járványhoz és a migrációhoz kapcsolódnak majd. A század vég jogi szakértője az m elmondta, a számok azt igazolják, hogy a nemzeti konzultáció működőképes, és a magyarok körében pedig népszerű, hogy nem csak négy évente szólhatnak bele a politikába. Lomnici Zoltán hozzátette, az érintett témákban a baloldali pártoknak nincs érdemi válaszuk, helyette csak magukkal és a kormány folyamatos támadásával vannak elfoglalva. Itt olyan egyébként komplex problémákról van szó, amelyet kutya kötelessége egy tisztességes politikusnak egyszerűen közérthetően elmagyarázni, és erről szól a nemzeti konzultáció, hogy közel viszi a politikát az emberekhez. Egyébként meg csak egy újabb záróleje, a jobbik jobb, ha csöndben maradt, hiszen ő is indított egy nemzeti konzultációt korábban. Igaz, az ö, csufos csúfos kudarc lett, és nyilván rossz szájízzel gondolnak ezek után minden ilyen típusú egyeztetésre a polgárokkal.